A Nagykanizsai rendőrkapitányság baleseti mutatóit vizsgálva elmondható, hogy évek óta a sebességtúllépés és a gyorshajtás a legfőbb baleseti ok. És hogyha sebességtúllépésről beszélünk, akkor meg kell említeni mind a két formáját, ezek pedig az abszolút sebességtúllépés, illetőleg a relatív gyorshajtás. Ugye előbbi azt jelenti, hogy az adott útszakaszra megengedett legnagyobb sebességet lépi túl a járművezető, utóbbi pedig azt, hogy valamilyen körülménynek, akár lehet az környezeti, forgalmi, műszaki tényezőnek nem megfelelően választja meg a járművezető a járműves sebességét. Hát a relatív sebesség túllépésről egy kicsit bővebben. Hát itt a leggyakoribb vezetéstechnikai hibák azok, amikor a járművezető nem az út időjárási és látási viszonyoknak megfelelően, nem a forgalmi viszonyoknak megfelelően, illetőleg nem a jármű és a rakomány sajátosságainak megfelelően választja meg a járműves sebességét. Én azt gondolom, és így is van, hogy mind a kettő veszélyes a közlekedésre nézve. Ugye, ha csak az egyszerű fizikát veszük alapul, akkor a járművek sebességének növekedésével a féktávolság is növekedni fog. Növekszik mind a reakcióidő alatt megtett út, mind pedig a fékút. Különösen igaz ez az őszi, illetve most már téli időjárási körülmények között. Tehát el kell mondani azt, hogy téren hát nem olyan optimálisak a körülmények, mint nyáron. Az útfelület sokszor csapadékkal szennyezett lehet, hideg az aszfalt burkolat, tehát a járművek féktávolsága növekszik. És hát nyilván a nyári optimálisabb körülmények után fel kell készülni, vagy fel is kellett már összekészülni ezekre a megváltozott körülményekre, és lényeges lenne az, hogy a járművezetők az útidőjárás és látási viszonyoknak megfelelően válasszák meg a járművek sebességét. És célszerű lenne egy kicsit lassabb, defenzívebb tempóra váltani. Felhívnám a figyelmet különösen a kijelölt gyalogos átkelőhelyek megközelítésére, illetőleg az olyan csomópontok, kereszteződések megközelítésére, ahol a gyalogosok közlekedése várható, illetve látható. Mindenki látja azt, hogy a mi területünkön is, illetőleg mindenhol megnövekedett a járműforgalom, ugye az ünnepekre készülnek az emberek, a járműforgalom és a gyalogos forgalom is megnövekedett, tehát fokozott figyelemmel kell közlekedni, mondjuk kifejezetten a bevásárlóközpontok megközelítési útvonalain, az ott található csomópontokba, gyalogátkelőjeknél. Ugye a gépjárművezetők figyelmét erre különösen felhívnám, de természetesen a közlekedés többi résztvevői, a kerékpárosok és a gyalogosok úgyszint kell alkalmazkodniuk ezekhez a megváltozott körülményekhez, és figyelniük kell a közlekedés más résztvevőire. Amit még mondanék, az az, hogy ebben az időszakban jellemzőbbek az úgynevezett ráfutásos balesetek, amik a nem megfelelő követési távolság miatt következnek be. Hát nyilvánvalóan itt is meg lehet előzni ezeket a baleseteket, hogyha a járművezető a járműves sebességét megfelelően, tehát az útidőjárás és látási viszonyoknak megfelelően választja meg. Hát a rendőrség ellenőrzésekkel, illetőleg figyelemfelhívó kampányokkal igyekszik ezeket a jogsértéseket részint megelőzni, és ezeket a szabályokat, hát az a célunk, hogy ezeket a szabályokat mindenki tartsa be, és minden közlekedőtől, tehát legyen az gépjárművezető, kerékpáros, gyalogos, azt kérnénk, hogy ebbe az időszakba türelmesen, körültekintően és előrelátóan igyekezzen közlekedni, hogy mindenki hazaérjen, és hát magam és a Nagykanizsai Városi Balesetmegelőző Bizottság nevében minden közlekedőnek balesetmentes közlekedés és békés ünnepeket kívánok.